Almaszüret, népszerű a szabolcsi alma, idén jó áron lehetett értékesíteni a gyümölcsöt. A kormányhivatal 21 épülete újul meg, közel 75 millió forintból újult meg a nyírbátori járási hivatal foglalkoztatási, illetve földhivatali osztályának két épülete. Van kereslet az új lakásokra is, szinte a tervezőasztalról kelnek el az újonnan épülő társasházi lakások a megyeszékhelyen is. Népszerű a szabolcsi alma. Idén jó áron lehetett értékesíteni a gyümölcsöt. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A magyar léalma kimagaslóan magas áron, 50-60 forint körül exportálható, hangzott el a Nagykállóban tartott almaszüreten, ahol elmondták, a vidékfejlesztési programban eszköz és technológia fejlesztése is pályázhattak a gazdák. A program támogat egy 3 milliárd forint összértékű gyümölcsfeldolgozó üzem létesítését is a megyében. Az átlagostól kevesebb almát szüreteltek idén a gazdák, de a minőségre nem volt panasz. A magas eladási árak pedig kompenzálják a termés kiesést, nagy veszteség nem érte a gazdálkodókat. Jelenleg 50-60 forintért lehet eladni a léalmát, aminek soha nem volt ilyen magas az ára, és ez még tovább emelkedhet. Az országban még mindig Szabolcs megye az egyik legnagyobb almatermesztő vidék. 18 ezer hektár, ebből körülbelül 5 ezer hektár elmegyen már a direkt rezisztens alma, ami a léüzemeknek lett telepítve, úgyhogy egy 12-13 ezer hektár van almaterület, de abból az ilyen korszerű ültetvény sajnos a 3-4 ezer hektártól nincsen több, és ezt a területet kellene növelni az ilyen típusút, ahol már jégháló van, csepegtető öntözés, sűrű ültetvény, újfajta piacigényes fajták vannak ültetve, ez lehet a jövő. Európa legnagyobb almatermője jelenleg Lengyelország, 50%-os fagykár érte a lengyel almás kerteket, így idén ősszel nem lesz exportdömping lengyel almából. Románia az egyik legjelentősebb felvevő piac Európában. Nekünk legjelentősebb, ugye mondom, Románia, azt fekszünk hozzánk ugye legközelebb. Ugye a másik lenne Oroszország, de az embargó miatt ugye ez nem tudott megvalósulni. Hát alapvetően nekünk kisebb bizonyos fajtáknál még szóba jöhet ugye Olaszország, Ausztria is azoknál a fajtáknál, amik ugye náluk, aminál most hiány, ilyen például a gála vagy a fuji fajta. A szakemberek szerint belföldön decembertől várható élénkülés az alma piacon, amikor főleg nagyobb áruházakba szállítanak a gyümölcsből. A belföldi kereskedelem mellett a feldolgozóiparban is nagyobb kapacitásokra számítanak a gazdák. Uniós támogatásból egy új gyümölcsfeldolgozó üzem létesülhet a megyében. A beruházás a vidékfejlesztési operatív programban keretében fog megvalósulni, 3 milliárd forint összértékű, és ez egy gyümölcsfeldolgozó üzem lesz. Nem csak almafeldolgozással, hanem más gyümölcsök, illetve piros kisbogyós gyümölcsök feldolgozással és bizonyos zöldségek feldolgozására is alkalmaz lesz, sárgarépa, cékla és egyéb más. 50%-os a támogatási intenzitás, tehát másfél milliárd forint az. Itt nagyon lényeges volt, hogy a technológiai sor az megfelelően legyen összerakva, hiszen nem csak egyfajta termék lesz. Ez a beruházás folyamatos bevételt jelenthet a szabolcsi gyümölcstermesztő gazdáknak, és új munkahelyeket is kínál a megyében. A vidékfejlesztési programnak van több olyan része, amely kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amely foglalkoztatás bővüléssel is jár. Természetesen van olyan is, amely a gépesítésnek a javítását szolgálja. Tehát a kézi munkaerő nagyon sokáig meg nem nélkülözhető, és ezt a gazdálkodók tudják a megyében talán a legjobban, hogy jó munkaerőt nem is olyan könnyű ma már találni. Az elmúlt években egy olyan komoly változás jött végbe a megye foglalkoztatási helyzetében, aminek az eredményeképpen vannak olyan területek, ahol munkaerő hiány lépett föl. A kormány megbízott hozzátette, a vidékfejlesztési programra kimagaslóan sok pályázat érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Közel 75 millió forintból újult meg a nyírbátori járási hivatal foglalkoztatási, illetve földhivatali osztályának két épülete. A beruházások az energetikai fejlesztések mellett a hatékonyabb ügykezelést is szolgálják. A megyében a kormányhivatal 21 épületében fejeződött be, vagy folyik jelenleg is energiahatékonysági felújítás, összesen 1,7 milliárd forint értékben. Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik meg.
Ezért kiemelten fontos a megfelelő szigetelés és a megújuló energiaforrások használata. Ehhez nyújt segítséget a környezeti és energiahatékonysági operatív program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal épületei között jelentős mennyiségű olyan ingatlan van, amelyek energetikai fejlesztése indokolttá vált. Ilyenek voltak a Nyírbátori járási hivatal foglalkoztatási, illetve a földhivatali osztályának épületei is, melyekben számos felújítást végeztek az energiahatékonyság javítása érdekében, összesen 75 millió forint értékben. A két közintézményben nyílászárókat cseréltek, megtörtént a külső hőszigetelés, kondenzációs kazánokat építettek be, valamint napelemes rendszert alakítottak ki. Így a két ingatlan energiaigénye közel nullára csökkent. A felújított épületeket most adták át. De a kormányhivatal ingatlanjai közül nem csupán ebben a kettőben zajlottak épületenergetikai fejlesztések. Energiahatékonysági beruházás összesen 21 helyen folyt és folyik a megyei kormányhivatal fenntartásában működő épületekben, járáshivatalokban, megyei kormányhivatali épületekben. Ez 1,7 milliárd forint összértékben folynak ezek a beruházások, és azt gondolom, ez egy olyan volumenű projekt, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egésze számára is egy nagyon komoly volumenű fejlesztést jelent. Úgy fogalmaztam az átadó ünnepségen, hogy korábban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is járt a pénz, ma már jut is fejlesztésekre. A felújítások azonban nem csupán az energiafelhasználás szempontjából lényegesek. A kormány számára kiemelten fontos a hatékony ügyintézés. A mostani fejlesztések ezt a célt is szolgálják. A nemzeti összetartozás kormánya különösképpen figyel arra, hogy a polgárok kiszolgálása a kormányablakokban, kormányhivatalokban, járási hivatalokban maximális szinten legyen. Ezt ugye 2011-től megtapasztalhattuk, és azóta több kormányablak nyílt a térségünkben, ugye Máriapócson, Nyírbátorban, Balkányban, Újfehértón, Nagykálóban, és itt a nyírbátori kormányablak átadásánál láthattuk, hogy micsoda nagyszerű dolog, hogyha a legmodernebb technikát vetik be, ahhoz, hogy az ügyfelek kiszolgálása a legmagasabb szinten valósuljon meg. Az ügyfelek magas szintű kiszolgálása érdekében pedig további fejlesztések is megvalósulnak a térségben. Jövő héten Nyírlugoson nyílik kormányablak, 2018-ban pedig Nyírbátorban költözik megújult épületbe a járási hivatal. Szinte a tervezőasztalról kelnek el az újonnan épülő társasházi lakások a megyeszékhelyen is. A friss statisztikák szerint országosan majdnem 20 ezer lakás építésére adtak ki engedélyt, ebből minden második társasházi beruházás. A fejlesztők szerint az építőiparban fellépő drágulás és munkaerő hiány miatt akár néhány hónapot csúszhatnak is a beruházások. Új társasházi lakások épülnek Nyíregyházán, főként a belvárosban kelendőek az új építésű ingatlanok. Nem ritka az sem, hogy a tervező asztalról már elkelnek az új belvárosi lakások. Az értékesítő hálózatok azt tapasztalják, akik igénybe veszik a csokkot és az államilag támogatott hiteleket, keresik az új ingatlanokat. A lakásárok folyamatosan felfelé tartanak. Ezt is megerősítette 35 perc című műsorunkban az egyik piacvezető értékesítő hálózat szakember. Az újépítési ingatlanok drágulásának nagyon sok minden áll a hátterében. Erről ti is beszéltetek, minden híradás erről szól, hogy mennyire drágák ezek az újépítési ingatlanok most. Ugye nagyságrendileg 320-340 ezer forintról beszélünk négyzetméterenként. Az, hogy ezek drágulnak, az visszavezethető arra, hogy kevés az a munkavállaló, aki valóban szakképesített és el tudja végezni azokat a feladatokat, amikre itt szükség van. De visszavezethető egészen addig, hogy a nyersanyagok hogyan drágulnak, hogy például a betonacél vagy egyes kőolaj termékek, amikből bizonyos szigetelőanyagok készülnek, azoknak az ára is emelkedik. Így emelkedik az újépítési ingatlanoknak az ára is folyamatosan. Most az elemzők is kétféle megközelítéssel élnek. Az egyik az az, hogy amikor 2019-ben megszűnik ez az 5%-os áfa kedvezmény, akkor várható-e árcsökkenés vagy stagnálás egyáltalán, vagy árcsökkenés, vagy pedig további keresletnövekedés várható, ezt sajnos még mi sem tudjuk. Az elmúlt egy évben országosan több mint 19.800 új lakás építésére adtak ki engedélyt, minden második több lakásos társasházi beruházás. Az építőiparban fellépő munkaerőhiány és a megnövekedett anyagköltségek miatt csúszhatnak a kivitelezések.
Az egy-egy negyed év vagy egy-egy hónapos csúszást is érdemes úgy szem előtt tartani, hogy ennek is lehet hatása az árak változására. Tehát most újépítési ingatlannál is két irányba megyünk. Van olyan, amikor bizony csökkennek a négyzetméter árak, és van, amikor még mindig emelkednek. Ugye csökkenni akkor tud például egy ingatlannak a négyzetméter ára, amikor nagyon szükség van arra, hogy pénzhez jusson a befektető, vagy szeretné minél hamarabb értékesíteni a még nem eladott ingatlanokat. Árnövekedésre pedig akkor van drasztikusan lehetőség, vagy példa, tehát amikor nem csak maga a piaci folyamat emeli az árakat, hanem közben szól mondjuk egy befektető, az akkor fordul elő, amikor már eladott majdnem minden ingatlant, például egy újépítésű háztömbben, és a maradékot már mindegy, hogy mikor értékesíti, szeretne több árat kapni érte, vagy magasabb árat kapni érte. Egyébként a lakáseladások száma tizedével növekedett az elmúlt évhez képest, és mind az új, mind pedig a használt ingatlanokat is folyamatosan emelkedő árakon értékesítik. Ne feledkezzenek meg a hétvégi óra átállításról. Október utolsó vasárnapján, 29-én hajnali 3 órakor vissza kell állítani az órákat 2 órára. Egy órával többet aludhatunk, de este hamarabb sötétedik majd. Magyarország területén nemzetközi járatot is érint az óra átállítás. A 346-os számú Lőkös házáról 1 óra 50 perckor induló Budapesten át Bécsig közlekedő Dacia nemzetközi gyorsvonat Lőkös háza és Békés Csaba között a nyári időszámítás szerint halad, viszont Békés Csabáról már a téli időszámítás szerinti 2 óra 20 perckor indul el. Ünnepi istentisztelettel és kopjafaállítással emlékeztek a reformáció 500 éves évfordulójára. A részletekről hamarosan szólunk, előtte azonban nézzük, mi lesz még a híradóban. 4 nap alatt 2 mérkőzést is játszott a Nyíregyháza Spartakusz, felemás mérleggel zárva. Győzelmi reményekkel utaztak a nyíregyházi tekések Szombathelyre, azonban elmaradt a siker. A reformáció a történelem során mindig is erősítette az ország identitás tudatát és segítette a nemzet életben maradását. De napjaink változó világában is az ország növekedését szolgálja, hangsúlyozta Danku Csaba Nyírbátorban, ahol ünnepi istentisztelettel és kopjafaállítással emlékeztek a reformáció 500 éves évfordulójára. A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár hozzátette, a település büszke lehet arra, hogy a reformáció az elsők között itt fogant meg Magyarországon. A Bátori Anna Református Általános Iskola tanulói színültig megtöltötték a Nyírbátori Református templomot. A településen Isten tisztelettel emlékeztek meg a reformáció 500 éves évfordulójáról. De nem csak ezzel készültek a városban a jubileumra, egy kopjafát is elhelyeztek a református iskola előtti téren. Erdélyben van a kopjafa készítésnek a bölcsője tulajdonképpen, hagyománya, és ezért, mivel a Nyírbátori Református Gyülekezetnek Erdélyben Mezőcsáváson van a testvérgyülekezete, így született meg a gondolat, hogy közösen a Nyírbátori Egyházközség, a Mezőcsávási Egyházközség és a Bátori Anna Református Általános Iskola. 3 helyszínen, 3 alkalommal, de a reformációhoz kötve állítsa a kopjafát. Nyírbátorban Magyarországon az elsők között nőtte ki magát a református közösség, amely mai napig meghatározó szerepet tölt be a térségben. Nem csak a féle évezredes múltban töltött be jelentős szerepet Nyírbátor térsége, meg a maga a város is az itt lakókkal, hanem ebben a térségben ma is a református többség van jelen, és a református gyülekezet jelenléte a maga impozáns templomával, illetve 5 évvel ezelőttől egy református iskola fenntartásával a várost és a közvetlen környezetét azt gondolom, hogy lelkileg és kulturálisan is jelentősen jó értelemben befolyásolja. A település is büszke a nagy történelemmel bíró és meghatározó közösségére. Több dologra is büszkék lehetünk, arra mindenképpen, hogy a városnak a magyarországi reformáció megalapozásában, elterjesztésében a városnak is és a Bátori családnak is nagyon komoly és fontos szerepei voltak. Megkérdőjelezhetetlen, így is fogalmazhatnék Nyírbátor a reformáció ünnepén, és erre nekünk büszkének kell lennünk, arra büszkének kell lennünk, hogy egy 500 éves templomban egy ilyen ünnepséget, egy ilyen közösséggel meg tudtunk tartani. Az, hogy a városban 5
éve működik a református általános iskola, és az, hogy bátran nézhetünk a jövőben, hiszen valóban a városban az egyházi közösségek, az intézményeik fontos építő szerepet játszanak, és büszkék vagyunk rájuk. Az ünnepségen részt vett Danku Csaba is. A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hazánkban a reformáció a történelem során erősítette a magyarság identitástudatát és segítette a nemzet életben maradását. Mint mondta, a reformáció minden területen számos újítást hozott, amelyek a 16. században is előremutatók voltak, de ma is példát adhatnak és a fejlődést szolgálhatják. Ezeket az újításokat a továbbiakban is szem előtt kell tartanunk, és törekednünk kell arra, hogyha olyan ágazatot vagy olyan területet látunk életünkben, akkor az ott bejövő nemzetgyarapító újításoknak nem szabad ellenállnunk, azokat erősítenünk kell, annak érdekében, hogy Magyarország erős maradhasson a továbbiakban, és fejlődhessen 2018 után is. A reformáció 500 ünnepi sorozata tovább folytatódik mind az országban, mint pedig a térségben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei záró rendezvényt november 8-án Nyíregyházán, a Continental Arénában tartják majd. Négy nap alatt két mérkőzés is játszott a Nyíregyháza Spartakusz, felemás mérleggel zárva. Előbb a bajnokságban Siófokon vereséget szenvedett Lucsánszky Tamás együttese, majd a Csákvár otthonában a Magyar Kupában kiharcolta a továbbjutást a Spari. A hétvégén a Csákvár lesz a Nyíregyháza vendége. A Nyíregyháza Spartakusz szerdán délelőtt Telkiből edzőtáborukból vágott neki a Csornai Kupának. Lucsánszky Tamás a vasárnapi siófoki vereség után változtatott a kezdőcsapaton. Az első fél órában vezetéshez jutott a Spari, és a második félidőben mindössze negyed órára volt szükség, hogy eldőljön a továbbjutás sorsa. Lassan a csákvári mérkőzés következik, amely nagyon fontos meccs a Spartakusz számára. Mivel hazai környezetben játszik a csapat, talán mondhatjuk azt is, hogy a győzelem kötelező is lehetne, de nagyon nehéz ebben a bajnokságban ilyenről beszélni. Ami elsősorban fontos az, hogy azt a békjót, ami rajtunk van, hogy azt levetkőzzük, és elsősorban a srácoknak is azt mondom, hogy jobban kell, hogy játszunk, ezt a domásul kell venni, akár tetszik, akár nem. Tehát jobb agresszíven futballt szeretnék látni támadásban és védekezésben is, és tudják is a srácok, legalábbis ezt gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy ebben kell előre lépnünk. Ki kell csikarnunk azokból a mérkőzésekből a három pontot, amiben ez van benne, ami pedig csak egy ponttal kecsegtet, abba pedig meg kell tudnunk őrizni ezt a lehetőséget. Megkezdődött a második kör a női labdarúgó MB2-ben, és a Nyíregyháza Spartakusz a Monort fogadta. Makai Robin vezetőedző kicsit átszervezte a csapatát. Cégény Zsuzsa volt ezúttal a kapus, Urai Bianka pedig belső védőként szerepelt. Hamarosan itt a következő találkozó, méghozzá egy rangadó a Nyírség ellen. Azt hiszem, hogy ez is sok ember számára a csapatból érzelmileg nagyon meghatározó meccs lesz, de mindenképp azon vagyunk, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Ez már a harmadik mérkőzés a Nyírség ellen. Az első mérkőzés egy picit talán még feszült volt, de mindenki azt várja, hogy nyerjen a Nyíregyháza. Három meccset játszik a csapat idehaza, és ha nagyon jól szerepelnek a lányok, akkor az élmezőnybe végezhetnek. Mindenki azt várja, ez valahol jó, mert a lányoknak ebből is tanulni kell, tehát hogyha magasabb osztályba törekednek idővel, és a távlati céljainkban ugye azt szerepel, hogy előbb-utóbb osztályváltás megtörténjen, akkor igenis kell, hogy el tudják viselni ezt a fajta úgymond terhet, hogy nyerési kényszer alatt vannak. Ez meg, hogy újra Nyírség ellen játszunk, ez az első meccsen igen mindenféleképpen nagyon érdekes, és egy plusz pikantériája volt a mérkőzésnek, de ugye most már harmadjára találkozunk velük, tehát azt a fajta extra töltetet csak a bajnoki pontok fogják jelenteni. Szerintem már nem olyan belső zöngéje lesz, mint annak a mérkőzésnek. Szerintem így is teljesen reális esélyünk van arra, hogy megszerezzük a három pontot, de egyáltalán nem lövöcső az ellenfelet, azért ők is tudnak olyan meglepetéseket szerezni, mint például a Monor ellen, ahol le tudtak x-elni, vagy olyan eredményt, ugye az Eget, ők is magad biztosan megverték, hogy nekünk azért nem lehet teljesen elbizakodottan pályára lépni. A Spari a legjobb 32 közé jutott. A következő ellenfél az Eto FC Győr lesz, a mérkőzés november 29-én Győrben rendezik. Győzelmi reményekkel utaztak a nyíregyházi tekések Szombathelyre, azonban elmaradt a siker. Az újonc Balongunyom súlyos 7-1-es vereséget mért a szabolcsiakra, akik így továbbra is pont nélkül állnak a Szuperligában.
Eddig pont nélkül állt a férfi szuperligában Újonc Balogonyom csapata. De a vendég nyíregyháziak se büszkélkedhettek, ők is hasonló cipőben jártak. A szabolcsiak az elmúlt fordulóban, habár alul maradtak a sokkal esélyesebb Zalaegerszeg ellen, kifejezetten jó játékot mutattak be, sőt még világbajnokot is vertek. Így ezúttal a győzelem és a pontszerzés reményében vették Szombathely felé az irányt. A remény azonban gyorsan szerte fosztott, az összecsapáson ezúttal sehogy nem jött ki a lépés a nyíregyházi TK-nak. Egyedül Magyarósi Péternek sikerült jobb teljesítmény nyújtania, ami egy ponthoz volt elég. Rajta kívül még a fában ezúttal igencsak gyengén teljesítő Kastura Zsolt járt közel a pontszerzéshez, de ez végül nem jött össze. Csak úgy, mint a győzelem sem, sőt még az eddig megszokott 3200-3300 fát sem sikerült összehozni. Abszolút csalódás volt a csapat teljesítménye számunkra, tényleg alul teljesítettük az elvárásainkat. Hozzáteszem, hogy az előzmények alapján a szombathelyi pályát még soha nem hagytuk el vesztesen, minden egyes alkalommal diadallal jöttünk le onnan, és ebben próbáltunk kapaszkodni, hogy bízunk benne, hogy a hazaiakat nyomja majd jobban a teher, hogy számukra fontos lesz a két pont, és akkor mi egy kicsit nyugodtabban játszhatunk. Végülis a hazaiak nagyon jól kezdtek, még nálunk a Rási Jánosnak nem igazán jött össze a jó játék, és egyből cserére kényszerültünk. Magyarósi Péter hiába az 578 fájával jó játékkal pontot szerzett, de ez volt az egyedüli pontszerzésünk a belső pontokat tekintve, és innentől kezdve a hazaiak játékosai nyugodtan közel 100 fás előnnyel dobhattak, játszhattak, egyesek a legjobbjaikat nyújtották, úgyhogy azt lehet mondani, hogy azon a napon egyáltalán nem voltunk partiban a hazai Balogonyom csapatával szemben, és tényleg ami a csapatfánkat illeti, hogy még a 3200 fát sem sikerült elérnünk, ez mindenképpen csalódás volt számunkra, és így alakulhatott ki, hogy 7-1 arányú vereség lett a vége. Most hétvégén szünet vár a nyíregyházi TK csapatára, így kicsit pihenhetnek és töltődhetnek a következő összecsapásra, amelynek most már igen csak komoly súlya lesz, hiszen a pontokra a következő találkozókon mindenképp szükség lenne már. A soros ellenfél hazai pályán november 4-én az idén eddig jó formában lévő Ajka csapata lesz, akik ellen ezúttal kötelező lenne a győzelem. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Népszerű a szabolcsi alma, idén jó áron lehetett értékesíteni a gyümölcsöt. A magyar léalma kimagaslóan magas áron, 50-60 forint körül exportálható, hangzott el a Nagykádúban tartott almaszüreten, ahol elmondták, a vidékfejlesztési program támogat egy 3 milliárd forint összértékű gyümölcsfeldolgozó üzem létesítését is a megyében. A kormányhivatal 21 épülete újul meg, közel 75 millió forintból újult meg a nyírbátori járási hivatal foglalkoztatási, illetve földhivatali osztályának két épülete. A beruházások az energetikai fejlesztések mellett a hatékonyabb ügykezelést is szolgálják. A tervezőasztalról kelnek el az újonnan épülő társasházi lakások a megyeszékhelyen is. Az értékesítő hálózatok azt tapasztalják, akik igénybe veszik a csokot és az államilag támogatott hiteleket, keresik az új ingatlanokat, de a lakásárak folyamatosan felfelé tartanak. A megyeszékhelyen 320-340 ezer forintos négyzetméter áron adják el az új lakásokat. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval jelentkezünk, friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket kollégáim nevében is, viszontlátásra! Holnap változékony idő várható. A ma átvonult hidegfront után holnap északnyugat felől egy újabb időjárási front éri el térségünket, ezért marad a hűvös, szeles idő. Az esti órákban északnyugat felől kiderül az ég, és az éjjeli órákban többnyire gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte változóan felhős, napos idő várható, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délután többfelé kell kisebb esőre, záporra számítani. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap egy újabb hidegfronthoz kötődően szeles, esős időben lesz részünk, majd hétfőre jelentősen csökken a csapadék, de a szél erős marad.
Az időjárás átmeneti csendesedése csak a jövő hét közepére várható. A legtöbb napsütésre a vasárnapi erős front elvonulását követően a jövő hét első napjaiban van esély. Fokozatosan gyengül a nappali felmelegedés, térségünkben is hidegek, néhol fagyosak lesznek az éjszakák.